tejet majdnem mindenki iszik. Ez sem egy ártatlan fogyasztási cikk. Oda kell figyelni arra, hogy egy liter tejjel mennyi csomagolást vásárolunk meg. Szóval lehet hozni üveget? Lehet hozni üveget, bármi. Most töltöm föl ide. Van valami, amire csak a nyers tej képes. Megalszik. Erre nem képes még a forralt tej sem, és végképp nem alkalmas rá az UHT izé-mizé porból visszahígított tej. A kimérős tejnek az a nagy előnye, hogy én hozom a palackot, azaz nem keletkezik vele hulladék. Magammal, igen, a saját flakont, amit szépen kitisztítgatok, mert amúgy 40 forint. Egy, van föle, tehát nincsen lefölözve. Kettő, hiszek benne, hogy nincs benne tartósítószer. Ami a görögöknek és a törököknek a kurt, a kaukázusiaknak a kefír, az nekünk az aludtej. Ebből van a túró. Tehát ebben több munka van, mint a gyári tejben, mondjuk? Hogy mondjam, más munka van. Más munka, nem hiszem, hogy ők vesznek tejport, hozzákeverik vízhez, és akkor úgy adják el, ezt nem hiszem. A tejkimérésnek az az előnye, azon túl, hogy kezeletlen nyers tejet kap az ember, hogy meg lehet rajta spórolni a szállítás költségeit, mert nem kell elvinni egy feldolgozóba a tejet, hanem a gazdától egyenesen a fogyasztóhoz jut, és ezzel egy csomó benzin kiesik a forgalomból. Nem kell kifizetni a csomagolás költségeit se, magát a csomagolás anyag költségét, és azt a munkafolyamatot, amivel ezt bepakolják, és ráadásul, ha én hozom magamnak a saját palackomat, azt otthon kitakarítom, és utána visszahozom, nincsen személy. Nyers tejet őstermelői piacokon kapni, vagy mozgóárusoknál, akik hűtőautóból mérik ki. Ritka még, de létezik high-tech önkiszolgáló tej automata is. A gép annyi tejet ad ki, amennyi pénzt bedobok, egyetlen hiányossága van, sajnos nincsen kakaó funkciója. Van, aki társasházak belső udvaraiban árul, mert az utcai árusításért akkora helypénzt kérnek tőle, hogy ezt nem tudná kifizetni. Sok múlik tehát az önkormányzatokon, hiszen ezt a díjat ők szabják ki. Önkormányzattal, közterületesekkel is engedélyeztetni kell, és ott nem nagyon vannak tisztában a dolgok, tehát sokszor azt érzem, hogy nem nagyon vannak tisztában ugye az engedélyek, hogy mit kell, hogy kérjen meg, hogy tudja ő ezt kiadni. Fogtam egy ilyen nagy lábot, belerakok egy szűrőt, azt kibélelem egy tiszta konyharuhával, vagy akinek van olyan egy pelenkával, és egyszerűen beleöntöm az egészet. Most legalábbis 2010. január 1-től legalább a törvényi szabályozás megvan ahhoz, hogy megengedték, hogy közterületen lehet nyers tejet árulni. És eddig nem tudták az önkormányzatok, hogy akkor most ezt megengedhetik-e, vagy nem. Nem merték a kockázatot ugye bevállalni. Ennek már kezd ilyen rendes sajtállaga lenni. De hát a közterület meg olyan drága, mint a dög 1200 forint négyzetméterre per nap. 25-30 ezer forintért naponta mehetek is. Mondom, egész nem árulok ki annyit, mondom, ne őrítsem már meg. Az önkormányzatok ingyenes közterület használattal és adókedvezményekkel segíthetik a tejkiméréseket. Bevezethetik a kimérős termékeket a közintézményekben, például az iskolai menzákon. Ezzel a helyi gazdaságot erősítik és a hulladékmegelőzést szolgálják, amit az Európai Unió is elvár tőlük. Fontos, hogy minél kevesebb műanyagot használjunk.